Nekem a Jézusnak a történetét hozta fel, amikor ugye meghívta a házába, már nem tudom, hogy kicsoda, az a gazdag ember, hogy ki volt, valakinek eszébe jutott. Törvénytudó, és hát ugye a parázna bement, és ő megmosta a könnyeivel Jézusnak a lábát, és olajjal megkente a fejét, és hát ott ugye rögtön írt a törvény. Egy, mit keres ott a tisztátalan nő, hiszen ők nem tudták, hogy ő már tiszta volt abban az értelemben, hogy ő már kapott elbocsájtást és megbocsájtást a bűneitől, de még mindig a bélyeg, ugye a külső emberen rajta volt, tehát az embereknek az emlékezetükbe, hogy ragaszkodunk az emlékeinkhez. Jaj, hát én tudom, te mit tettél tavaly nyáron, nekem most már beszélhetsz, amiről akarsz, az emlékek bizonyságot tesz, az emlékeink bizonyságot tesznek rólad. Na, tehát jött a törvény, és már is törvénykezni akartak a nő felett, és hát ha jól emlékszem, Judás is ott beszólt, hogy azt a drága krémet, vagy olajat, hát az a szegényeknek jó lett volna. Na, ez a kettő, ami folyamatosan lebuktatja az anyagias és a törvénykező lelkületet, azt a lelkületet, ami ehhez a szellemiséghez ragaszkodik, avagy a hierarchiához és a földi mennyország elbukott formájához. Pedig hát pont a nő által a lélek mutatkozott meg, tehát a lélek, ami munkát a parázna asszonyban már elvégzett, tehát a nő lélek által már felismerhette, hogy hát az a krém az nem ér semmit, vagy az az olaj, nem tudom miért, mit mondok krémet, tehát az az olaj már nem ér neki úgy semmit, mindazon által is, hogy az nem is az ő érdem, hogy egyáltalán van neki olyan drága olaja, hisz azt is ajándékba kapta, és ki mással oszthatná meg, kinek adhatná hálául, hanem az ő szabadítójának, az ő megváltójának, akin keresztül megismerhette az atya irgalmát, az atya kegyelmét. Úgyhogy ott már megmutatkozott, hogy kiben volt már meg az első gyümölcs, tehát ott az a parázna nő is lélek által nyilvánult meg. Tehát a krisztusi lelkület már megmutatkozott az ő cselekedetei által. Miközben a szembesítő tükör volt az úgy Júdásnak, mint a törvénytudóknak, hogy mennyire ragaszkodnak a betűhöz, a betű törvényeihez, amivel ugye megtarthatják a tekintélyüket. Meg az okoskodást. Meg hát azt, hogy a nő Jézusnak a fejét olajjal megkente, ugye lélek által, tehát egyértelműen az atya ott kijelentette, hogy Jézusnak nincs a fejébe légió, nincs a fejébe káosz, tehát a fejébe csak az atya van, az atya bölcsessége, a világosság, és semmilyen saját gondolat, semmilyen emberi gondolat nincsen. És hát, hogy a lábát könnyeivel mosta, hát mindazok az újjászületett gyermekek, mint az a nő is, mint az a nő is, hogy hálások azért ugye, a gyermekek, tehát még az örömkönnyeikkel is ki tudják a hálájukat fejezni. Azért, amit kaphattak, azt a kegyelmet, azt az irgalmat Jézus által. De a lényeg az, hogy a törvény az csodálatos, megmutatta, hogy a törvény csodálatos, de a törvény rossz is, kegyetlen. És attól függ, hogy milyen állapotban vagyok, azt én döntöm el, hogy a törvény az csodálatos-e, vagy nem csodálatos. Abban a pillanatban, hogy kiesek lélekből, egyből a törvény hat rám, és a törvény az nem kiegyensúlyoz, hanem átbillen. Tehát én, ha törvényben vagyok, nem lélekben vagyok, hanem törvényben, akkor ugye én törvénykezek, tehát boxolok. Kifelé törvénykezek, de én visszafelé egy akkora, a törvény akkora erővel kell rám sújtson, nem akkorával, amekkorával én sújtottam, hanem legalább kétszer akkorával, hogy engemet kibillentsen, és a kegyelem fele billentsen. Csak akkorát kapnék vissza, amekkorát én adtam, akkor nem billentenek ki engemet abból az állapotomból. És hogy kinél mekkora erővel kell sújtson a törvénynek az ökle, az az én szívem állapotától függ. Ezt adta a lélek így, illetve a Dávid esetében is, hogy Dávidnál szükséges volt-e, hogy meghaljon az első gyermeke, és aztán később ugye még a lázadás a családban.
Hát igen, annak ellenére, hogy megbánta, igen, mert Isten látta a szívet, és csak a szívet Isten ismeri. És ő tudja, hogy a törvényt hogy kell használja rám, az én szívemre. Mert lehet, hogy a másiknál már nem kellett volna meghalni gyermek, csak elég lett volna egy családi botrány. De lehet, hogy a harmadiknál még családi botrány sem kellett volna, de lehet, hogy a negyedik némán két gyermek is meg kellett volna haljon. Ez mind az mi szívünktől függ, annak keménységétől, hogy a törvény hogy kell rám sújtson, de a lényeg az, hogy annyira engedi meg Isten a törvény rám sújtson, annak az ökle, hogy szó szerint kimozdítson engem Isten kegyelme fele. Kiüssön, ha kell, káut is kaphatok, csak atyámnak a kegyelmébe, az ő ölébe boruljak. Ez a lényeg a törvénynek. Úgyhogy ez csodálatos, de viszont ha már lélekben vagyok, akkor mindenféle törvény az átok számomra. De amíg itt vagyok a földön, elkerülhetetlen, hogy a törvény ne sújtson valamilyen mértékben, hiszen ezek az álmok törvények, ugye? Törvényként éli meg, valamelyes törvényként éljük meg, elfúvalkodottság, önbizalom, elbizakodottság, stb. Ez is szüksége, mert itt testben élünk, a törvény testében, a test törvényében, ráadásul a bűntestének a törvényében. Ezért nagyon szükséges, hogy kapjunk ilyeneket is, hogy újra visszakerüljünk a lélekben. És ez bajudásra, gyötrődésre jár. De ez mind csodálatos, az a lényeg. Csodálatos, ahogy használ Isten, akár a törvény. És legfőképp a kegyelmet. És azt még megélhetjük. Halleluja, déva! Aj, de jó! Déli harangszó, Attila. Milyen a harangszó? Nyugtató. Arra az álomképre, amikor az álmodba találkoztál, azzal a nővel, akinek adhattál, és nem is számítottál rá, és ő hálából megmaszírozta a fejed. Ez volt az álomkép, ugye? Igen. Na, tehát erre hozta fel nekem azt a képet, amit az előbb elmondhattam, a Jézus történetét, hogy ő is viszont látta a szőlőbe való munkájának a gyümölcsét, a parázna nőbe, amikor az ment, és hálából könnyével megmosta a lábát, és a drága krémet, olajat, már megint krémet mondok, olajjal a fejét megkente, megmasszírozta, ugye? Tehát ő mind, a nő mind gyümölcs, a lélek munkájának a gyümölcse, már lélek által, ugye, lélek által megosztotta ő is azt, amit már kapott az atyától. Ja, értem, igen. Érted? Hát igen, ez nagyon szép, igen, hogy az Úristen megadja azt, igen. Hogy megmutatja, hogy van értelme, tehát igen, Jézusnak is még ha nem is teljesen értelme. Nyilvánvaló, nem látjuk mi mindig, de van értelme, igen. Tehát bizalommal kell. Jézussal is ott az történt, tehát mennyi esélye volt neki arra, hogy valaha még viszont lássa azt a parázna nőt, semmi, ő ezeken nem is kellett, tehát ezek az elme gondolatai, amikor számítgatunk, hogy vagy neheztelés jöhet ránk, ugye ezek is mind az elme gondolatai, hogy most vajon jó helyre vetettem-e a magot, vagy időpocsékolás volt-e, vagy nem. Ilyen nincsen. Az Úristen nem pocsékolja az időt. Ha valami lélek által jött, azt a lélek vetette azt a magot, és annak meg lesz a gyümölcse is majd ott, és akkor, amikor az Úristen is abba a szívbe már kimunkálta, és ez mutatkozott meg, amit te is az álomban láttál Jézusnál is, tehát neki is szüksége volt a feedbackre, hát annyira nem, mint ahogyan ezt emberileg lehet ezt félreértelmezni, de inkább értsük úgy, hogy ő is kapott feedbacket arról, hogy meglett az első gyümölcs a parázna nő képébe, hiszen ő már felfogta, hogy miről szól a mennyek országa, benne az atya munkálkodik, és lélek által már felfogta, hogy semmi ne. Tehát az az olaj is csak addig értékes, hogyha visszafekteti a mennyek országába, és kinek, ha nem annak, akitől kapta az életet, tehát Jézusnak. Mire a többiek ugye meg felmordultak, a Júdás azt mondta, hogy fú, hát azt a drága olajat lehetett volna a szegényekre, ott volt a humanizmus szellemisége. A másikok pedig ott voltak a törvénytudók, jó, hát ez parázna nő, hát hogy engedheted meg, hogy egy ilyen tisztátalan nő itten neked megmossa a könnyeivel a lábadot. Na, tehát megmutatta, egymással szembeállította az Úristen, hogy ott egy ítélet, egy szembesítés történt, hogy milyen a lélek gyümölcse a parázna asszonyon keresztül, és milyen a törvény gyümölcse, meg a humanizmus.
gyümölcse, amikor az ember a törvényt a saját feje szerint használja ítélkezésre, tehát megvakul és nem látja. Nem láthatja meg a mennyek országát Jézusban. Tehát ők fel se fogták, hogy kit vendégeltek meg, ki jött el tehát emberi módon fogták fel. Tehát úgy volt, hogy van egy fú, hát a híres emberek mindig vonzódnak a híres emberekhez. Hú, hát ez nagy népszerűségnek örvend Jézus, betegeket gyógyít, milyen szépen beszél, stb. Tehát ők ezért hívták meg, hogy csodát lássanak, nagy beszédeket halljanak, hogy ezáltal is ugye majd elmondhassák, hogy milyen híres embert vendégeltek meg, holott egy hatalmas szembesülésben volt részük, mert igen, az atya adott rá esélyt, tehát megkönnyörült rajtuk, elment vendégségbe, de szembesítette vele, hogy ők miként ítélik meg, hogy milyen az ő szívük ahhoz képest, amilyen kellene, hogy legyen. Tehát a parázna nőbe nem ismerték fel a gyermeket, a megváltott, újjászületett gyermeket, és Jézusban nem ismerték fel a megváltott, csak egy híres embert láttak. Nekem, amit mondasz, Kinga, az hozta fel, hogy ugye ott, akik várták, hogy Jézust megvendégelik, meg... Hú, ez olyan gyorsan jött, várjatok, mindjárt megpróbálom elmondani. Ugye... Ez a paráznanő, ez tudta, hogy ő miért megy oda, és maga azt ott a belső érzés, ami ő hajtotta, hogy ő oda be kell jusson, pedig tudta, hogy ő oda nem tud bejutni, de annyira hajtotta az a belső lélek, ugye, hogy ő kell találkozzon ott Jézussal. És ugye, akik ott ültek, ezt egyik sem érezte, és átjutott azon a falon, bement, és tényleg megmosta. Tehát akkora példát mutatott ő ottan, de egyik sem figyelt arra, csak azzal foglalkoztak, hogy ő hogy került ide be, és hogy miért pazarolja most ezt az olajat, meg ilyenek. A másik, amit még szintén ebben felhozott, ugye mikor a másik paráznanőt kiviszik, és meg akarják kövezni, tehát ő is csak lehajtja, tehát érzi a lelkébe, hogy nem jó, amit ő tett, és mikor mondja Jézus, hogy az dobja rá az első követ, aki nem bűnös. Viszont ugye ő mondhatta volna, hogy nem egyedül voltam, tehát nekem volt társam, de nem. Tehát ő azt ott elfogadta a lelkébe, hogy igenis, hogyha ő, amit most ezzel feloldoztak, ő evel elmegy, tehát ő már nem kell többet ilyen dolgot csináljon, mert megszabadult ezáltal az ő lelkük. Jaj, nem tudom, most jól mondtam el, de annyira jól jött, ahogy így most mondta Kinga, hogy majd kitisztul. Nem tudom, megértettétek-e. Nem azzal törődött, hogy de mások is voltak. Hát mások is loptak. Mások is kurulálkodtak, nem csak én. Hanem neki az úgy csak a fontos, hogy neki most esélye van. Teljesen szabaddá válni, teljesen megtisztulni, és semmi más nem volt fontos számára. Ki mit csinált, mit nem csinált, az nem volt fontos. Az, hogyha meghal, meg fog halni a következő órában, az sem fontos. De neki ebben a momentumban van lehetősége arra, hogy teljesen feloldozást nyerjen minden bűn alól, minden adósságot eltörőjék, a múltját teljesen eltörőjék, és ő új ember lehessen, gyermek lehessen. Neki csak ez volt fontos. És az jött nekem, amíg mondta ezt, hogy erőszakosok élmények országa. Tehát ő neki irreális volt, hogy ő oda bemenjen abba a házba. Tehát őt nem engedték volna be, maximum csak éjszaka a szolgáltatásért, ugye? De az, hogy ő bejusson abba a házba, az szinte lehetetlen volt, kizárt dolog volt. Ő berontott, tehát erőszakkal bement, mert tudta, hogy az ő élete múlik rajta. Ő így fogadta mennyek országát, a paráznanő. Hogy azt mondta, hogy ha megvernek, hogyha felrúgnak, hogyha fellöknek, engemet semmi nem érdekel. Csak hogy érintsem meg, mossam meg az ő lábait, vagy a könnyeimmel áztassam, vagy hát, hogy leboruljak előtte. Tehát ő teljesen elengedte az életét. Teljes mértékben. Mert meg is verhették volna, meg is alázhatták volna, meg is kövezhették volna őt ottan. De ő neki már nem volt veszteni valója semmi. Tudta, hogy el kell írni az ő lábaiig. Hatalmas tanítása minden ilyen történetben is. Látjátok, hogy valahányszor újra olvassa az ember, annyiszor mélyebb és magasabb és dicsőségesebb, ahogy Isten kifejti azt nekünk.
hogy milyen kéne legyen a mi viszonyulásunk az evangéliumhoz, hogy valaki engem kényszerelt az evangélium, hogy fogadd el, hát olvasd el te is. Így vagyunk, de ez a nő így fogadta, tehát ő erőszakkal berontott, betört, azt mondta, hogy ha az életem múlik rajta, akkor is bemenyek, elérek, és le fogok borulni az ő lábai előtt. És megkapta mennyek országát. De mi, hát mi, ugye, hát most később, most nem érek rá meg. Mint ugye, akiket hívott vendégségbe az atya, hát mondjanak meg neki, hogy szívesen mennénk, de dolgunk van. Tehát valósággal meg kell minket kényszergesen erőszakolni Isten az ő országával, a jóval, az élettel, ránk kell erőszakolja. Ez az utolsó, az, akit ugye mindenki lenézett, ő berontott. Az élete utolsó erejével bement oda lábaihoz. Mert tudta, hogy neki csak az van, és semmi más nincsen. Hogyha azt ő nem érte el, akkor ő nem fog feltámadni. Akkor az egész élete hiába való volt. Ezért is jó, hogy még eljárok dolgozni, mert ott legalább a buszon ülök, és evel is ugye olvasom a Bibliát, ami úgy a telefonomon van. És tényleg, én még nem olvastam, mert nem tudom az egész történetet a Bibliába, de így, amiket megolvastam, így úgy annyira örülök a jó Istennek, hogy így felhozza nekem ezeket a példázatokat, amikor így beszélgettek. És olyan lelki békeségem van, hogy így teljesen így remegek most is, hogy megkapom, és nem tudok mit kezdeni vele, mert én nem vagyok még úgy, mint ti, hogy úgy meg tudom érteni. Fölfogom, de nem tudok vele mit kezdeni, és olyan öröm van bennem, hogy nem tudom, kell nekem legalább 2-3 óra, hogy én ezeket mindent föl tudjak dolgozni, hogy ezt tényleg én kaptam, ezt így élőbe, egyenesen, én ezt meg tudtam érteni. Hát ez nekem akkora öröm. Nagyon. Látod, Ildikó, hogy az írásnak nincsen semmi értelme, a Bibliának nincsen semmi értelme, csak akkor, amikor az kezd beteljesedni rajtad, vagy rajtam, amikor kezdem megélni, hogy beteljesedik az írás, hogy tényleg igaz az, hogy eszembe juttatja Istennek a lelke, a Szentlélek, akit Jézus ígért, hogy elküldi azt mi hozzánk. Eszünkbe juttatja mindazt, amit ő mondott nekünk. És amikor látom, hogy ez beteljesedik rajtam, hogy eszembe juttatja folyamatosan azokat, amiket már megtanultam tőle, amiket ő nekem tanított, akkor tudom, hogy te, ez szó szerint, szóról-szóra minden igaz. Tényleg elküldte a Szent Lelket, ugye? Ott van velem, és tanít engemet, figyelmeztet, és eszembe jutatja mindazokat, amiket ő mondott nekem. Még azt szeretném elmesélni nektek, most 2 napja úgy ébredtem volt föl. Tegnap elfelejtettem el mesélni, de most felhozta megint a lélek, hogy csak annyira ébredtem, hogy tudom-e, hogy a testemben miért vannak nyílások. És fölébredtem, és szó szerint kacagtam, hát mondom, mi ez? Most viccel, vagy most mi akar ez lenni? És tényleg nem tudtam. És most értettem meg, amiket ugye elmondtam, hogy tulajdonképpen miért van az embernek a testén nyílások. Hát, hogy miért van fülem, miért van szám. Hogy nem csak azért, hogy az étellel tápláljam, meg a fülem is, nem azért, hogy csak a levegő fújja be, hanem, hogy tényleg mit hallok meg vele, meg mivel táplálom a lelkemet. És ez annyira jó most ez is, hogy valóban az embernek a testét nem csak úgy a természetben, hanem magunk a testünkön is annyi sok minden megmutat, és annyi tanítást ad az atya, hogyha tényleg el tudunk csendesedni, és kérjük, hogy mi az, amit meg kell tanulnom, vagy mi az, amit máma nekem adsz, és ha evel foglalkozok, akkor előmbe hozza, hogy mindenben van tanítás, hogyha rám figyelsz. Hát ezek olyan csodálatos